Köszönöm szépen. Ott szeretném kezdeni, hogy én 86-ban végeztem itt a Bolya Intézetben, és ugye abban a szerencsében volt részem, hogy Hatvany László tartotta nekünk a diffegyenletek és mechanika kurzusokat. Ugye ez meghatározó dolog volt itt a szakmai pályafutásom szempontjából, mert ennek hatására ugye választottam én is a differenciál egyenlet területét. Én hát hálával tartozok Lacinak, és úgy gondolom, hogy csak meg kell köszönni. Egyrészt ugye egyetemi diplomadolgozatom témavezetője is volt, tehát ez az első lépés is itt történt, de utána úgy gondolom, hogy egész pályafutásom során mindig motivált, mindig támogatott, és ezt szeretném megköszönni itt is Laci részedről. Egy olyan témát hoztam, ami egy viszonylag egyszerű téma szerintem. Ugye egyenletek, differenciál egyenletek közelítésével fogunk foglalkozni, és a módszert szakaszonként konstans argumentum egyenletek segítségével definiáljuk. Ugye ezt az egyenletosztályt már Miskis is használta a 70-es években, de igazából Cook és Finner 80-as évekbeli dolgozataival lett ez népszerű, és egész nagy irodalma van ennek a témakörnek. Egy pici jelölést vezessünk be. H egy pozitív rögzített konstans, egy numerikus módszernek majd a diszkritációs paramétere lesz. A T per H egész rész szorozva H kifejezést jelöljük ezzel a baloldali rövidítéssel. Tehát ha ennek a grafikonját megnézzük, ez ugye H hosszú intervallumokon konstans értéket vesz fel ez a függvény. Hívjuk most itt tetszőség kedvéért H-ra vonatkozó egész rész függvénynek. Ugye könnyű látni, hogy T és T-H között értékeket vesz fel, tehát ez egész számegyenesen egyenletesen közelíti, hogyha a H tart nullához, ugye a T identikus függvényt. És hogyha egy késleltetett T minusz tau függvényt a T egész rész minusz tau egész résszel közelítünk, itt is az eltérés egyenletes lesz. Győr Istvánnak volt az az ötlete, hogy ilyen szakaszonként konstans argumentum egyenleteket numerikus közelítésre használjon. Ő 91-es dolgozatában konstans együtthatós lineáris késleltetett egyenleteket vizsgált, és itt a második blokkban látható egyenlettel közelítette az első egyenletet. Tehát látható az ötlet, egyenlet jobb oldalán a T argumentumokat erre a T egész részre cseréljük le, és még a késleltetés értékét is közelítsük ezzel az egész rész függvénnyel. Tehát ez egy szakaszonként konstans argumentum egyenlet, és hát ennek a megoldásai véges intervallumon egyenletesen közelítik az eredeti egyenlet megoldásait. Aztán később már közös munkában általánosítottuk nem lineáris egyenletekre, hogy állapotfüggő késletetést tartalmazó esetre is a módszert, és megint ugyanaz az ötlet, mint az előbb, jobb oldalon a T-s argumentumokat, meg magát a késleltetés értékére is alkalmazzuk ezt az egész rész függvényt. Ekkor ugye szakaszonként konstans lesz a jobb oldal, tehát az egyenlet deriváltja konstans egyenlet megoldása lineáris, tehát szakaszonként lineáris függvénnyel közelítjük az eredeti egyenlet megoldását. És hogyha az osztott pontokban jelöljük KK-val itt a közelítő egyenlet megoldásának az értékét, erre a sorozatra könnyű felírni egy rekurziót integrálva az egyenletünket. És akkor hát látható, hogy ez igazából az Euler módszer, tehát egy egyszerű numerikus módszer adja vissza ez a módszerünk, csak éppen ugye nem direkt a sorozatokkal fogunk dolgozni, hanem differenciál egyenleteket használhatunk, és a differenciál egyenletek technikáját lehet számolásokban alkalmazni. Ugye bizonyítottunk egyenletes beslést itt is véges intervallumokon, sőt, hát a hibarend az H-ban lineáris volt bizonyos feltételek mellett.
Aztán ezt különböző egyenletosztályokra kiterjesztettük, ezt a közelítő módszert, beleértve mondjuk itt neutrális állapotfüggő késleltet is tartalmaz egyenleteket, tehát egész ugye vad egyenletosztályokra. Könnyedén föl lehetett írni a módszert, és ami érdekes, hogy maga a bizonyítás is könnyedén átvihető volt, viszonylag könnyedén átvihető volt. Paraméterbeszélés feladatára is ezt a megközelítést sikeresen tudtuk alkalmazni. Itt is a neutrális esetet emelem ki, mert a klasszikus késleltetett egyenletekre vonatkozó módszereket nem lehetett, nem tudták átvinni neutrális egyenletosztályokra, és itt megint állapotfüggő esetre is ez könnyedén működött, és nem csak a módszert lehetett futtatni, hanem a bizonyítást is végig lehetett vinni. Amivel most foglalkozok az előadásban, az egy konkrét kis egyszerű modell, ami Fedelzon Győri Meszkét a tábos nemrég megjelent dolgozatában jelent meg. Ez egy gyógyszeradagolás, gyógyszerkiürülési feladat motiválta magát az egyenletet. Tegyük fel, hogy a gyógyszer szervezetben levő mennyiségét, vagy a koncentráció mennyiségét ugye az egyes egyenlet írja le. Ugye tankönyvekben ez klasszikus példa szokott lenni, a késletetett tag nélkül, akkor nyilván közösséges esetben ezt végig lehet számolni könnyedén a mögötte levő számolásokat. És ugye itt a cél az, hogy a gyógyszert szint két érték közé kerüljön a szervezeten belül. Ezt egy impulzív feltétellel lehet itt megfogalmazni, hogyha lecsökken ez a gyógyszer mennyiség vagy koncentráció mennyisége egy adott C szintre, akkor abban a pillanatban egy D dózist juttatunk a szervezetre, tehát innentől kezdve ebben az időpontban felugrik a megoldás értéke C plusz D értékre, és hát onnantól megy tovább az egyenlet által meghatározott kiürülési sebesség. Nyilván ugye kezdeti függvényt is hozzá kell rendelnünk az egyenlethez. Ugye angolul self-support conditionnek hívták ezt a típusú impulzív feltételt. Ezt Miskis vezette be 90-es években több cikkben is. Nagyon hasonló feltételt ugye hívott így, hogy self-support condition angolul. Hát ezt fordítottam én önfertantónak, hogyha egy direkt fordítást nézünk magyarul. Ugye a terminológia, ugye innen jön, csak ezt akartam mondani. Ugye nagyon sok feladatban használnak impulzív modelleket, tehát ez megint egy nagy terület, de nagyon sok esetben ugye előre definiáltak azok az időpontok, ahol ugye ugrik a megoldás, vagy akár időfüggő időpontokban is, de itt ugye nem tudjuk előre, hanem ahogy ez a feltétel teljesül, abban az időpontban jelenik meg ez a, vagy lesz hatása az impulzív feltételnek. Tehát nyilván ez a feladatnak a nehézsége. Tehát egy megoldást akkor így kell elképzelni, hogy ha eléri az alsó C határértéket, akkor ebben a pontban felugrik C plusz D-re, és akkor onnan megy tovább a rendszer dinamikája. Tehát értelemszerűen ugye nem folytonos megoldásai lesznek ennek az egyenletnek. De ugye azt várjuk el, itt a formális definíciónk, hogy szakadási pontja csak a kettes feltétel miatt lesz a megoldásnak, csak ezekben a pontokban, összes többi pontban folytonos lesz a megoldás. És ugye nem lesz deriválható minden közbülső pontban, mert hogy visszanyúlhat ilyen ugrópontokra ebben a második tag argumentuma, akkor ott ugye a deriváltak, csak egyoldali deriváltak fognak tudni létezni. Tehát azt elvárjuk, hogy abszolút folytonos legyen a közbülső pontokban a megoldásunk. A C és D a feladat miatt pozitív rögzített konstansok. Lényegi feltétel alfa és bétára van, alfa plusz béta abszolút érték legyen negatív, hogy ez kell végig ez a feltétel. És hát megint azt tesszük fel, hogy kezdetben ugye C szint fölöttről indul a megoldás. Ez ugye természetes az alkalmazásban és hasznos a számolásokban ez a feltétel.
megmutatható, hogy a megoldás korlátos maradt, tehát a definíció szerint, hogy a cél fölött van, ez triviális, de ugye a felső korlátot is könnyen igazolhatunk. És ez ugye hasznos, mert akkor ugye derivált tagkorlátos lesz, amit meg a bizonyításokban nagyon kellemes kihasználni. Szintén fontos megjegyzés ez a második pont is, hogy ez az ugrópontoknak a sorozata, egyrészt ugye egy sorozatot fog alkotni, másrészt ezeknek a egymás utáni ugrásoknak a távolságát alulról egy pozitív számmal meg tudjuk becsülni, és hát az M is megad, ez a delta is explicit módon adott, tehát megint hasznos információ a számláshoz. Tehát maga a numerikus közelítés, hogy a bevezetés után elég egyértelmű, használjuk a korábbi ötleteket, ezzel a konstans argumentum egyenlet megoldásaival szeretnénk közelíteni az eredeti egyenlet megoldását. Tehát a cél annyi, hogy mutassuk meg, hogy itt a közelítő megoldások konvergálnak az eredeti egyenlet megoldásához, ha hátart nullához. Csak megjegyzem, hogy magát a problémát is már Pista elég rég ugye felvetette meg, a numerikus közelítésről is beszéltünk, de ugye egyszerűen nem nagyon ugye volt ötletünk arra, hogy hogyan is kell bizonyítani a numerikus módszer konvergenciáját. Tehát maga az egyenlet az nyilván egyszerű, lináris, de ez az impulzív feltétel magát a bizonyítást elég jól meg tudta bonyolítani. De egyébként ugye itt is, hogyha az egyenletet integráljuk, akkor, és hát vezessünk be jelölést a megoldás ugye k-dik osztóppont beli értékére, meg a baloldali, azt elfelejtettem mondani, hogy jobbról folytonos legyen, mint ugrópontokban, és a megoldás, így definiáltuk a megoldást, tehát a baloldali határértéket jelöljük bk-val, akkor az AK-BK sorozatokra könnyű fölírni egy ilyen rekurzív összefüggést, tehát megint könnyű generálni a sorozatot, és hát az AK-BK között meg ugye lineáris szakaszok kötik össze ezeket a pontokat. Tehát számolni, generálni nagyon könnyű a módszer. Tehát igazi kérdés csak a bizonyítással kapcsolatban ugye merült fel. Ugye természetes ötlet lehet az, hogy hát itt az ugrópontok között valahogy a lépések módszerével szakaszonként megyünk tovább, és hát bizonyítunk, számoljuk a megoldásokat. Tehát ha egy T-pontig eljutottunk, akkor csak onnan kell tovább folytatni a megoldást. Itt megint csak az a probléma, hogy akkor most már ugyan ki kell lépni a folytonos függvények köréből, tehát itt már a megoldás nem folytonos lesz, ami ugye a komfortzónán kívül tud lenni egy ilyen témakörben. Tehát például ugye olyan függvényekkel dolgozunk, ahol annyit teszünk fel, hogy a minden pontban a jobboldali, baloldali deriváltak, vagy határértékek léteznek, és szuprémumormát lehet használni. Megint egy bizonyításnak egy fontos lépése ez a következő lemma, hogy a alfabétára vonatkozó korábban föltett feltétel mellett, meg a lépés köz pici legyen, meg lehet mutatni, hogy ennek a feladatnak a megoldása exponenciálisan becsülhető, ugye tetszeleges, ugye ilyen tulajdonságú kezdeti függvényt esetében is. És ez ugye fontos, mert ez ugye garantálja azt, hogy a megoldások csökkennek. Tehát ez az alfa plusz beta abszolút értékesebb, mint nulla feltétel, ez garantálja, hogy itt ez a gyógyszer kiürül a szervezetből, megoldások csökkennek. Tehát ha nem tesszük fel az impulzív feltételt, akkor persze a korábbi tételekből következik a numerikus módszer konvergenciája, tehát itt ez nincs újdonság benne. Viszont annyi megjegyzést érdemes itt tenni, hogy ebben az korábbi tétel bizonyításában fontos volt, hogy a kezdeti függvény az Lipschitz tulajdonságú legyen, meg az is fontos volt, egy apróságnak tűnik, hogy a kezdeti időpont a nulla volt, mert akkor minden hára ez része a beosztásnak. És hogyha ez ugye nem a nulla pont, és a H változik, azért bizonyítás egész kellemetlen tud lenni. Jó, tehát ezeket a technikai problémákat kellett ugye valahogy túllépni.
Itt is az előbb említett exponenciális becslés miatt a megoldások biztos, hogy a C szint alá fognak csökkenni. Azt itt az előbb elfelejtettem mondani, amikor a módszert fölírtam, hogy itt megint kényelmes az, hogy osztópontokban legyenek az ugrópontok. Tehát, hogy K-szor H alakú pontokban nézzük meg, hogy mikor megy a C-szint, és akkor ugye nem, hogy eléri, hanem itt alá is tud menni a C-szint alá, és akkor fog ugrani, akkor fog ez a feltétel működni. Úgyhogy ez a kis ugye, trükk is hasznos a bizonyításhoz. Jó, de amiatt, hogy a 50-es becslésünk teljesül, biztos lesz olyan pont, ahol alá megy a C-értéknek, és akkor onnantól kezdve megint itt lépések módszerével kapunk egy végtelen sorozatot, ahol ezek a közelítő megoldások szakadási pontjai lesznek. Ezt ETA alóindexennel jelöltük, ugye háttól is függ ez a sorozat. És akkor megint egy kis technikai segédlépés, hogy mutassuk meg, hogy felülről korlátos, hogy alulról most már ugye nem lesz olyan egyszerűen becsülhető a megoldás, de legalább felülről az lesz, és az ugrópontok távolsággal is ugyanaz a delta működni fog, mint az eredeti egyenlet megoldása esetében. Tehát ezek hasznos kis apró állítások. És akkor hát a magát a tételt meg tudom itt fogalmazni, ez ennek a projektnek a fő eredménye. Tehát megint a alfa-bétára vonatkozó paraméter lényegében ez volt a lényegi feltétel a H-ban, hogy a lépés köz megmondjuk, hogy milyen kicsi legyen ilyen feltétel mellett. És még két feltételt megfogalmaztunk. Az egyik a béta paraméter negatív, vagy a késletetett tag együtthatója az egyenletben. Ha belegondolunk itt a feltételekbe, hogy az alfa hogy mindig negatív lesz, de hogy a béta lehet pozitív-negatív, ha a béta negatív, az jó olyan szempontból, itt az egyet jobb oldal negatív, derivált negatív megoldás csökkenni fog ugye két osztópont között. Tehát egyszerű a dinamikája. Viszont ha pozitív a béta, akkor ez már ugye nem feltétlenül lesz monoton csökkenő. Ott meg még egy extra feltételt is föl kellett tenni, hogy ezekben az ugrópontokban metsze át, tehát hogyha tovább folytatódna, nem lenne az impulzív feltétel, akkor metsze ne csak érintse ezt az alsó értéket a megoldás grafikonja. Ez megint elég természetes feltétel, ha belegondolunk, enélkül azért numerikusan nehéz valamit bizonyítani. Na akkor tételben meg tudjuk mutatni, hogy a közelítő megoldás szakadási pontjai sorozata, ugye minden erre közelítik az eredeti szakadási pontokat, ha H tart nullához, tehát ez jó hír. Azt is tudjuk közelíteni, hogy hol vannak az ugrások, meg minden pontban kivéve a szakadási pontokat, pontonként ugye konvergál a közelítő megoldásunk az eredeti egyenlet megoldásához. És hogyha ezeket az ugrópontokat elszeparáljuk, tehát kihagyunk egy bármilyen kicsi sugarú környezetét, és képezzük ezt a ugye korlátozott halmazt, tehát ezen a kompakt halmazon egyenletes lesz a konvergencia. Tehát bizonyítás, azt mondtam, hogy nekem nagyon sokáig tartott, amíg sikerült ezt kitalálni. Igazából elemi, de igazából rengeteg becslés tartozik, különböző eseteket, különböző típusú becsléseket. És hát ennek ugye az a következménye, hogy erre az egyenletre működik, de ha nem lineáris vagy több késletetett tag lenne az egyenletben, már is drasztikusan nehezebb lenne, tehát nem tudnám végszámolni ezt a bizonyítást. Tehát ez az esetre megvan a bizonyítás, de ez nem egy általános módszer, amit tudtam használni. De azért mondom, ez egy tizenvalahány éves kis cél volt megcsinálni. És akkor egy-két numerikus példával zárom, nem is olvasom föl a konkrét paramétereket. Itt ebben az esetben végre lehetett számolni a lépésenként a megoldást, tehát a pontos megoldást, legalábbis annak egy jó közelítését ki lehetett számolni, azaz ez a pontos megoldás, az a numerikus megoldást tudtuk hasonlítani, és akkor lehetett teszteni, hogy valóban, ha H tart nullához, akkor a tételben ugye bizonyított konvergenciát mutatja is a módszer.
Itt csak ugye egyenlő 0-1-re, tehát egy viszonylag nagy lépésre, meg 0-1 százados lépés közel, ugye numerikus módszer látható a képen. És egy érdekes megjegyzés szerintem a következő, hogy a Győri korábban említett cikkében bizonyítottak periodikus megoldás létezését erre a feladatra, negatív béta esetére, tehát az egyszerűbb esetre, meg egy plusz feltétel teljesülése esetén. És akkor ebben a példában ez a plusz feltétel ugye nem teljesül, mégis ugye látszik, hogy aszimptotikusan periódikus megoldásokat kaptunk, tehát itt is numerikusan úgy gondoljuk, hogy lesz periódikus megoldása az egyenletnek. Második példában a béta negatív, és valóban érdekesebb a megoldások alakja, de itt is a teszt azt mutatta, hogy valóban a konvergencia az tapasztalható. De azért probléma nehézségét is lehet illusztrálni, mert itt a közítő megoldás, itt ez a pirosnak hívott, de olyan lila színű pontok közelítik, és ez ugye nem éri el itt az alsó C-értéket, de közel van, és a nagyobb lépés közhöz tartozó megoldás viszont alámegy a C-értéknek, tehát ott megjelenik egy jó ugrás, ami ugye nem jól közelíti a pontos megoldásnak az impulzív idejét. Úgyhogy ez egy numerikus értelemben nem egyszerű feladat egy ilyen típusú problémánál jó közelítést numerikusan is generálni. De az megint érdemes megjegyezni, hogyha egy kicsit hosszabb időtávon teszteljük ugyanezt a példát, akkor itt is aszimptotikusan periódikusnak tűnnek a megoldások, tehát az elég világos sok-sok példa alapján, és hogy alig lehet olyan példát is generálni numerikusan, ahol nem tűnik periódikusnak a megoldás, de az egész biztos, hogy egyenletek jóval nagyobb osztályára kell, hogy létezzen periódikus megoldás, és ezt csak úgy problémaként vetettem föl, hogy ez érdekes ezzel foglalkozni, erre az egyszerű kis egyenletre is. És akkor én csak Lacinak szeretném még egyszer boldog születésnapot kívánni. Köszönöm szépen a figyelmet!